A Szerb Kézilabda Szövetség tervei között szerepel három központ létrehozása, ahol a kézilabdázók gyakorolhatnak és mérkőzéseket bonyolíthatnak le. Az elképzelés alapján Nés, Belgrád és Magyar-Kanizsán alakítaná ki ezeket a központokat. Városunkban a korosztályos válogatott játszaná majd a mérkőzéseket, selejtezőket. 10 nappal ezelőtt Bozsidár Gyurkovics úr, a Szerb Kézilabda Szövetség elnöke látogatott el Kanizsára, és egy együttműködési szerződési javaslattal jött a kanizsai önkormányzat részére, ami természetesen Fejsztámer Róbert úr elfogadott, tehát készítjük ezt az együttműködési szerződést. Ennek a szerződésnek az első gyümölcse már látható is, hiszen vasárnap ide érkezett a szerb junior női válogatott, akik az Euróbajnoki selejtezőre készülnek Csehországba, és itt töltenek el 5 napot, innen készülnek és innen utaznak majd tovább. A további tevékenységünk a kézilabda terén augusztus elején szinte már biztos, hogy az Odeto Győr női felnőtt csapata fog látogatni Magyar-Kanizsára, aki nagyon szeretne játszani a mérkőzés a szerb bajnokkal, valamint a Várdász Skopje csapatával, amennyiben nem kerülnek össze a Bajnokok Ligájában ugyanabba a csoportba. Ahogy elutazik majd az Odeto Győr, érkezik hozzánk a Ferencváros női felnőtt csapata, szintén szerb bajnokkal és a Várdász Skopjéval játszanak egy mérkőzést, itt talán még majd be tudjuk kapcsolni a Bukarest csapatát is, de ezek még tárgyalás alatt vannak. Készül a magyar-kanizsai kézilabda torna is, ugye, amit a Kanizsa Kupa. Biztos csapataink már megvannak, a PIK Szeged, Nexe Našice, valamint a belgradi Partizán. Tárgyalunk a PSG-vel, a Nanttal, az Ademar Leonnal, szinte biztos már a Maccabi Tel Aviv, hogy érkezik hozzánk. Tehát az idén is egy nagyon tisztes gárda fog érkezni Magyar-Kanizsára, szinte minden csapat Európa Bajnokok Ligája résztvevő. És nagyon örülünk ennek a tornának, hisz első évünk az, hogy a Nemzetközi Kézilabda Szövetség is saját programjába jegyezte a magyar-kanizsai tornát. Ott jártunkkor is a szerbiai női junior csapat gyakorolt.